Október 1-én a világon mindenhol a zenét és a zeneművészet legnagyobb alakjait ünneplik 1975 óta. A zene az ember legősibb kifejezési formája, segítség a különböző kultúrák jobb megismerésében. Sagó Tarjánban ünnepi hangversennyel készültek az alkalomra a Tankerületi Központ Alapfokú Művészeti Iskolái. Kodály és Bartók országában kiemelten fontos, hogy képesek legyünk érteni a zene üzenetét, fogalmazta meg Simon Tibor tankerületi igazgató. Október 1. Ez a nap a zeneművészet legnagyobb alakjaira emlékeztet bennünket. Segíti a különböző kultúrák zeneinek jobb megismerését. A zene a káoszból rendet teremt, a ritmus a széttartót egységbe fogja, a melódia a megszakítottat folyamatossá varázsolja, a harmónia az összenemillőket összeegyezteti. Már második éve, hogy a zene világnapján elismerik a jubiláló kollégákat. Makain és Simon Katalin mellett Molnár Péter is elismerésben részesült 25 éves jubileumuk alkalmából. 30 éve dolgozik az intézményben Bartus Emese. 40 éves jubileuma alkalmából vehetett át oklevelet Horváth Istvánné. Átadták az este folyamán a Váci Gyula emlékplakettet. Salgó Tarján 9-szeres ifjú művész tehetségeként az iskola hírnevét öregbítő Pócos Mátyás Bendegúz vehette át az intézmény díját. Akik a zene világnapján ellátogattak a Váci Gyula alapfokú művészeti iskolába, igazi lelki feltöltődésben részesültek egy közel 2 órás koncert keretében.